Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapi, aki nem tudja. És mivel kigyűjt ez az új hős, és nagyon sokan írtátok, hogy Hubkapi, készítsél már belőle egy tutorial videót, mert nem igen tudom, hogy hogy kell ezt használni. Szóval elsőnek is mi a neve? Nem más, mint a RELL. Az a neve, két végén van két L betű. Szóval mi is a luréja, azaz az előzménye, hogyan gyűjt be a játékba? Azt kell róla tudni, ugye, hogy ő az ókori rómaiaknál volt, mint gladiátor. És ugye ott sikeresen kivívta azt, hogy a király szabadul engedje, és ez volt a legutolsó, akit legyőzött, ez a lovag, és akkor megkapta cserébe azt, illetve ami járt neki, ezt a győztes láncsát. És elhatározta, hogy ő mindenkinek segíteni fog, aki bajba jutott, ő lesz a megmentő nő, a férfiak közt, hogy erőt és bátorságot adjon a nőknek, hogy tényleg, hogy merjenek ő hangosan ő fülszólalni minden ellen, és akkor ő mindenkin segít. Akár egy olyan, mint egy múltkori Xena, régen volt az a sorozat, hasonlóan mondanám, csak ő lovagon ül. Mondjuk a Xena is, na mindegy. Szóval igazából neki nincsen semmi extra előzménye. Ez egy ős, vagyis egy római izé volt, gladiátor, aztán idejött a játékba, beírták. Na akkor mik is a képességei? Tisztázzuk. Az első az nem más, mint a morzsoló csapás. Az azt jelenti, hogy egy morzsóval lecsap az ellenségre. A V, lesújt, igen, ez is azt jelenti, csak más irányból sújt le. Illetve a vonzás, taszítás azt jelenti, hogy ugye alapból tökön vonzónak tűnik, de amúgy meg nem az, hanem egy nagyon úgymond harcos nő. Az útja, meg a mágneses vihar, az meg azt jelenti, hogy ilyen vihar lesz, és akkor oda vonzza az ellenfeleket. De a lényeg nem is ez, hanem hogy mit kül neki venni. Ugye mivel római gladiátor volt, ezért pajzs neki nagyon fontos, más szóval páncél. És ugye ő mivel űrangyal, mert ő mindenki segít főleg az elnyomott nőkön, ezért az űrangyal az egyik legfontosabb itöme, illetve amit ő még mindenképpen meg kell venni, ha tudnék írni is, de nem tudok, az meg nem más, mint a Radium Umenje, ugye, hogy ú, Isten itt van köztünk a RELL. Ez a két item, a többi az attól függ, hogy tényleg az ellenfelek, hogy hogyan játszanak, miket tettek, illetve fontos, ugye, mivel neki négy lába van, amit a Lunak, ezért neki cipőt nem kell venni. Ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy taktikai elemüt ad, hisz 350 gulddal többet tud gazdálkodni, mint például aki ilyen lassú, például a Nézusz, az Egyiptom isten, neki meg kell venni, mert nagy darab és lassan mozog. Neki viszont ő nem kell ilyen ütömöt venni, ez jobb, hogyha tisztázom az elején. Na, akkor induljunk is meg, én azt mondom, hogy szeretném szemléltetni, ha veszek ütömöt. Ő a pajzsat kell kezdeni, itt is a pajzs, ezt megveszem, meg veszek putyikat. Aztán menjünk, és ugye az első az nem más, mint a V-vel kell venni. Igen, és ő oda tud ugrani, látod? Ez azért jó, mert ezzel elég gyorsan tudsz az egyik helyről a másikra menni. Ebből már lehet következtetni, hogy hova is kell vinni, nem más, mint dzsunglés. Miért is az? Azért, mert helyváltoztatós képessége eléggé magas, illetve nagyon jól lehet farmulni vele. Illetve az út is olyan, hogyha begankulsz, akkor onnan nem tud kimenni az ellenfél. Na. Igazából ez a Kassiopeia, ez nem a kunterünk, nekünk simán le kell győzni, ugye mi AD-ból damage-ülünk, ami fontos leizdén, és eléggé távolról tudunk. Igazából én már most meg is tudnám ülni, csak az a baj, minket távolról fókusz. Hagyja már abba, Kassiopeia. Jó, ezt most beveszem, és figyeljétek, távol vagyok, de rá tudok jumpolni, látod? Rámentem. És ő folyamatosan kapja a igen, csak az a baj, hogy már nagyobb szintű, ja. Nem baj, veszek egy kis pocsit. Ugye neki kő a flash-ülés, meg az ignitét hozom.
Ez eléggé fontos ez a két item. Ugye a vért kell kézérni, megszűni, utána jöhet a Q, meg jöhet az E. Az E az nem annyira fontos, mert ugye nem akarod oda vontani magadhoz az ellenfelet, inkább el kell taszítani. Ha most próbál támadni, de kicsáztam, jó, betesszük a Q-t. Aha, és itt távol, és most rá izé csumpoltam, és megy a halt. Ignite! Nem, most sok izé minion engem ül. Íj, okus volt. Okus volt az ellenfelem, mert a sok minion rám gyűjt. De most megpróbálok egy kombót így nektek. Szóval V-vel beugrok, majd nyomok egy Q-t. És de előtte meg flash-ülök. És kíváncsi vagyok, hogy összegyűjne. Igazából ezt én sokszor alkalmaztam. És van közben begyűjt az E. Vagy az E. Pattint csak már, miért nem történik azzal semmi? Az E. Na bugos az E. Mi a fasz? Az E betűt nyomom. Na mindegy, akkor az E-t azt mondja, hagyni kell, majd ki fogják javítani. De látjátok, ő most vissza is beküld. Mert megijedt tőlem ettől a Wombo kompótól, ezt szokták így hívni. Mikor egyszerre így több gumbot lenyomsz, akkor begyűnnek ilyen kombinációs képességek, minden hűsnél más-más. Ezt ki kell elemezni, és akkor elég jó leszel. Jó. Gyűjjön a B, előbb rossz helyre nyomtam, mert a Q-t igazából az sem olyan nagy baj. Aha, most fullon van, most ilyen merész lesz. És jaj, már van neki útja. Ijaj. Uha, már van neki útja. Aha, most eléggé merész a csávuka. De nem baj, lassoska nekem is lesz, és szeretném bemutatni mégis mit tud ez a mágneses vihar. Hogy miért is jó. Látod? Amit vele tettek, meg azért mondja ugye. Mert mikor ott a gladiátor harcukban volt, akkor azért eléggé megszenvedett a Rel. Majdnem azt mondtam, hogy kisasszony, de már tűnik nő. Húha, elég ezért bekül a kész OP-ja. Mi eléggé puszulunk, csak teszek ide egy varjuk. Lássam, hogy jön. Aha, most hogy látom, ez a baj, még nem vagyok hatus. Ami van? Úristen, de noob vagy! Jó, hát most direkt akartam meghalni. Azért, hogy tudjak venni itömöt, hogy meg tudjam nektek mondani, ugye, hogy beütöm egy páncél. És hogy az űrangyalnak azon képűsik is armort kell venni. És akkor ugye a készülpelyek nem sok esélye lesz. Látjátok, milyen gyorsan futok? Ezért nem veszek neki cipőt, mert igazából csak pénzkidobás lenne. Na, akkor menjünk ki szépen. Jó, ha néha hogy elfárad a lú, akkor ilyen lassan így batyog. De utána majd főgyúsul, és mindjárt lesz útim. És akkor majd szeretném azt, hogy lássátok. Aha, most már fél tőlem. Úgy, hogy nincs, menekül. Mi van, fész tőlem? Na, és akkor most jön a pompó-kompó. Igen. Csapás, és az úti. És ide funcom. Láttad? Nem tudod elmenni, és közben az ignitét ráteszem. És meg is öltem. Láttátok? Nyomtam a V-t, utána nyomtam a Q betűt, majd utána nyomtam egy útit, hogy ne tudjon elbekülni, elmenekülni a turret alá, majd rátettem az ignitét, és KCOP-ja Wood nincsen. Szóval ez a Wumpu kombo, amit alkalmaztam, hogy ne csak azt mondjátok, hogy nem mutatok semmit. Szóval láthatjátok, hogy ez egy ilyen hős. Tényleg ezt fele csak dzsungézni kell vinni, máshova alkalmatlan. Azért én nem is szoktam. Mert igazából én nem annyira szeretem ezt a hős pont ezért. De kinek mi. Szóval ez volt a League of Legends tutorial videóm. Iratkozzál föl, vagy nem tudom. Sziasztok!